Így dolgoztak a kombányok nyírtelek határában tavaly július második hetében. Az előző évhez képest idén két-három héttel korábban munkába álltak a gépek a szántóföldeken. Az Árpát már több hete elkezdték betakarítani, de a búzával sem vártak tovább a vármegyei gazdák, ezen a héten elkezdték az aratását. Az időjárás ezúttal kegyes volt, jókor és általában éppen elég csapadék érkezett, a gazdálkodók így bizakodnak. Olyan csapadékos időjárás volt, lehet, hogy csak két vagy három vagy öt mm csapadék hullott, de az pont akkor hullott, amikor a fejtrágyázást elvégeztük a kalászosokban, pont akkor hullott három vagy öt mm, amikor a, a, szárba indult, vagy a kalász fejlesztége, szóval mindenkitől azt hallani, hogy, hogy, jó kimenne a határba, a kalászok telszemekkel vannak tele, és a napra fogló kukorica talán Hát nem emlékszünk ilyen szép, igéretes termésre, most megint megkapta a csapadékot, és ha egy-egy hektárból vagy tíz hektárból valamennyi most károsodott itt a mélyfekvésű területre, gondolok, az sokkal több hasznot csinál, mint, mint mondjuk ha visszagondolunk, hogy 2022-ben milyen a évet tudhatunk magunk, magunk mögött. Ezt a megyet már nem kell leszüretelni, de a bui almák nagy része is oda lett a múlt hétvégi vihar miatt. A betakarítás egyébként sem könnyű a gyümölcsösökben, legalábbis a nagy területű ültetvényeken. Egyre nehezebb kézi munkaerőt találni ugyanis a mezőgazdaságban, éppen ezért idén is voltak gazdák, akik felhagytak a termesztéssel, így a korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent a gyümölcsösök termőterülete a vármegyében. A kézi munkaigényes növényeknek a termesztése és akkor lassan azért szűnik itt, meg a mi megyénkben is, vagy erősen csökken szinte évről évre ezer hektáron a, a gyümölcs területek, hiába van, most nagyon jó feltételekkel lehetne le telepíteni, mindenki arról beszélget, hogy, hogy kedve lenne hozzá, a területe megvan, minden adottság megvan, de a betakarításra nem fog tudni mit kezdeni, és akkor... E, Hiába mondhatnánk azt, hogy mintha lassan kialakulnának a felvásárlási árok, mindenki abban látja, hogy ezek az árak azért kezdenek kialakulni, hogy hiány lesz ezekből a gyümölcsökből. Még itt a mi megyénkben is, ahol itt a megy vagy az almára gondolunk, valamikor a fénykorában az egész országot el tudtuk látni a gyümölcsökkel. A Fruitve felmérése szerint a mezőgazdaságban évi 50-80 milliárd forint körüli kárt okoz az elégtelen munkaerő ellátottság, ha pedig ehhez a feldolgozó ipart is hozzáveszünk, ez az összeg a 100 milliárd forintot is elérheti.